Igen? Fogadás középről! Tisztelt! Meg! Katonai hagyományőrzők közreműködésével tartottak Szekszárdon megemlékezést vasárnap a trianoni békediktátum aláírásának 103. évfordulója alkalmából. A program részeként a helyi Bezerédi István Technikum diákjai adtak műsort. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere arról beszélt a megemlékezők előtt, hogy Trianonnal hazánk mérhetetlen károkat szenvedett el, és mint akkor, most is nagyhatalmi játszmák áldozata lehet Magyarország. Nekünk mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy ezt meggátoljuk és megakadályozzuk, mert a történelmünk során áldozatból volt bőven, úgyhogy a beszédemben is elmondtam, hogy megbűnhődte már a nép a múltat és jövendőt. Bonyhádon már pénteken elhelyezték az emlékezés koszorúit a trianoni emlékműnél. Itt Filó Tamás történelem földrajz szakos tanár mondott beszédet, amiben kiemelte, hogy a városban több a békediktátumhoz köthető emlékhely is található. Az itt élő nemzetiségek megszenvedték a háborút, annak következményeit. A svábokat kényszermunkára hurcolták a Szovjetunióba, majd elzavarták őket szülőföldjükről. A székelyeket kitelepítették Bukovinából, majd menekülniük kellett a háború elől. A felvidéki magyarokat megbélyegezték, majd kitelepítették szülőföldjükről. A bonyhádi, sváb, székely, felvidéki magyar emlékművek ezeknek a szörnyűségeknek állítanak emléket, akárcsak az ország zászló. Ha azt kiáltom, hazám, mit kiáltok akkor? Kiáltom harcokban megfáradt nomád népek nyugalmát, kiáltom bezúduló, még vad hadak pusztító dúlását. Tolnán a Hűsök terén zajlott az összetartozás napi megemlékezés, ahol először Komáromi János szavalta el Hazám című saját versét. Az eseményen Weiss Péter, a helyi gimnázium történelem tanára szólt a jelenlévőkhöz. Egyebek mellett arról beszélt, hogy a felmérések alapján egy dologban legalább egyetértés van a nemzeten belül, mégpedig, hogy aki magyar, annak fáj Trianon. Ha fájdalmat érzünk az elszakított honfitársaink iránt, az tehát azt is jelzi, hogy van még mi fájjon. Hogy még mindig kapcsolódunk egymáshoz ezer kis idegszálon keresztül, amiket továbbra is melengetnünk, ápolgatnunk kell. Ha nem teszünk semmit, elhalnak. A rendezvény zárásaként a jelenlévők megkoszorúzták a trianoni emléktáblát.